Jelenleg sehol nincs tűzgyújtási tilalom az országban. A térkép minden nap automatikusan frissül, így mindig az adott napon érvényes tűzgyújtási tilalmakat mutatja. Bár tilalom nincs érvényben, a tűzvédelmi szabályok betartása minden időszakban kötelező. Fokozottan figyelni kell ilyen esetekben is, csak is kijelölve tűzrakóhelyeken, és a tűzrakás szabályait figyelembe véve, betartva szabad tüzet gyújtan az erdőkben. Korábban a megyei tűzgyújtási tilalmat az elsőfokú erdészeti hatóság, az országos tűzgyújtási tilalmat pedig az erdőgazdálkodásért felelős földművelésügyi miniszter rendelte el. A változékony időjárás gyorsan módosítja az erdőtűz kockázatát, így idén május végén egy új, rugalmasabb tűzgyújtási tilalmi rendszer lépett életbe. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal karöltve a katasztrófa munkatársaival naponta vizsgálják fölül, hogy hol kell elrendelni tűzgyújtási tilalmat, hol kell visszavonni tűzgyújtási tilalmat. Ez a rugalmasabb rendszer figyelembe veszi azt, hogy Éppen milyen az időjárási helyzet, milyen időjárási tényezők uralkodnak, mennyi szabadtéri tűz keletkezett, mindezeket számba véve döntenek a szakemberek arról, hogy történjen tűzgyújtási tilalom vagy visszavonása. A magyarországi erdőtüzek 99%-a emberi gondatlanság vagy szándékosság miatt keletkezik. Az egyik leginkább veszélyeztetett időszak a nyári hónapokra esik, amikor a hosszabb csapadékmentes forró időjárás következtében az erdei javar és tűlevél réteg teljesen kiszárad. Ezek az erdőtüzek elsősorban eldobott cigarettacsikkek és a tűzgyújtási tilalom ellenére meggyújtott tábortüzek nyári gazégetés következtében keletkeznek, elsősorban erdei és fekete fenyves állományokban, valamint idősebb lombos állományokban.